Hát, mint jól látható, ez Miskolc. Be lehet mutatni. Úgyhogy szeretlek Miskolc, de mi inkább itt vagyunk a picsába. Na jó, ma a picsába, de elhúzunk innen a vérbe. Kis harsanyítón látogatóra. Elég volt ebben a mocsokból, amit van. Van, akinek ez a jó, neked az élete. Ide született, ebbe fog megrohadni. Bocsán. Nyár van nyár, indul a harsanyi buli party. Megyünk, yeah! Na, már befordultunk a harsanyítóhoz. Már mindjárt itt is vagyunk, csak itt a Szűk utcába kicsit várakoznunk kell. Már szembe fordom és a szabályosan leparkoló kedves ügyfeleknek köszönhetően nem férünk el, de hát jó, már csak egy falunk, tehát ez szokás. Itt kezdődik a nálassal a harsányító, ide fogunk jönni mostan szétnézni az én kicsi párommal. Kicsit kikapcsoltam már, mert Miskolcban marhára elég volt. Sok fogyatékosból, és abból koszból, mocsokból. Itt vagyunk a Harsányi tónál. Szép meglesünk egy vadkocsát, hogy itt viszi el. Ott. De már menekül, már kis titok. Mamarra is voltak egy pár, mert lehet, hogy ezt a szárták. Egyébként nagyon csodálatos szép idő van, igazi kellemes nyári idő. Hát itt még annyira nem is látszik, de ahogy jöttünk, látok a parton rengeteg horgász van. És párom már előre is szaladt, mert nagyon sietett néke van. Itt a másik rész a vízföldnek. Ó, itt mindjárt mehetünk hajókázni. Vízi bicilli. Ó, de ezt ki kell próbálnom. Én ezt nem. Ugye kamera? Na visszajöttem. Hát itt van a kettes része a tónak. Ugye már három része van osztva. Ugye az első nagy vízben itt tényleg csak horgásznak. Hát a második felében itt igazán nem láttam sosem horgász. Ez inkább olyan, mint egy ilyen halnevelde rész lenne. De viszont amit minden látjuk a hátsó rész, az teljesen olyan vadon van hagyva, de az úgy jó. Hello. Hello. Egyébként csodálatos a táj. Ugye ez egy mesterséges tó. Ez a harsány? Igen, ezt folyamatosan mindig tévedtek. Ezt itt. Tehát ez egy mesterséges tó, ez a harsányi tó. És hát ugye ez látható, hogy itt azért erdő és hegyek veszik körbe. Tehát egy völgyben van benn. Párom közben itt a kövér gőzöket eregeti. Lebuktál, anya, lebuktál. Majdnem szennyezem a környezetet, bár minden bagós ezt tenni. Akkor jobb lenne mindenkinek. Hát, és úgy látom, hogy itt a nád beállások, a nádi horgászállások annyira jól ki vannak alakítva már, hogy nem is látszódnak, hogy horgászok.
tényleg ilyen beugró részek vannak, azt látok vagy őket pont. Amar után jobban még szembe látni, hogy ott van, fel van a sátorozva. Hát valószínűleg ezek a sátoros horgászok, ezek útremerem venni, hogy ők már azért bojliznak. Már azt hiszem ez a tó az javában, azt hiszem arról híres is, hogy sok a bojlis horgászat itt. Mondjad. Hallottam? Igen. Ott van nálam. Sőtem, meg nem mondom, mi a madár, de ott van nálam. Elég nagy. Tényleg. Próbálj megleszni hátra. Mondanám azt szakszóval Nádhoz, hogy Nádi poszáta, de lehet, hogy hülyeséget mondok, és köszönök egy páran röhögni érte, de minden esetre van nagyon érdekes és szép hangú kis Nádi madárka, de úgy lehet most lehúzott a Nád aljába, de a hangját szerintem jól lehet hallani. Várjunk hát, ha nem mutatkozik. Ó, még egy evezőt is hagytak itt, mert csak a csónak hiányzik. Ez a székkéleségem. Nem mondanám, hogy ez olyan híde, mert ennyi, utána már csak a maradvány. Úgyhogy megszedő, akkor vízbeesek. Nem, sajnos most nem látom megint a madárkánkat. Viszont ahogy hallom, erre meg ürdik a hal rendesen. Na, nagyon szép itt, nyugtató. Nádi madárkánkat mondja rendőrtenül. Menjük vissza a drága tármához, kicsikémhez. Itt vagyunk, megjöttünk. Ez már felnyitható híd van. Akkor azért az marha hideg, mert piros kabátban voltál, nem? A piroska a piros kabátban. Hát úgy látok, ezt úgy tovább fejleszik, mert akkor ugye nem volt még ez a vizesen árok is készülőben. Úgyhogy hát lehet, hogy valami vendéglátós helyet akarnak, hogy valami csak hát elég nézkesen épül. De legalább valami készül, amúgy jól néz ki. Hát, ja, főleg errefelé. Rendes felnyitható hidat csinálnak itt. Most csináltak. Egy darás.
Köszönöm. Hát azért jó lenne az, hogyha megkészülne, hogy megnézem ugye egybe, hogy teljes kész valójában. De szerintem erre még igencsak várni kell, mert ez a kis mehetetős kis vigyíló is már régóta itt van. Ezt tovább építették, meg álkotások, egyebek. Hát ez már, nem tudom már, hány éve? Ez már jó pár év, hogy ez így itt van. Azóta csak ugye mindig valami változott, de még nem akar elkészülni. Már szerintem el menjünk kerülni egy kicsit a másik tó felé. Kicsit koma. És már tökeli sarni. És ilyen valami illata van ennek a növénynek. Ugye így közel guggoltam. Nem tudom. Ez jó. Bogárvilág. Meg a vadorzó medve állatvilág. Na most egy kis erdőjárás következik. Na, itt legalább kirögtek már szemétnek zsákot. Nem dobálják szét. Mondjuk ezen a részben nem is látni annyi szemetet, mint Miskolcon. És egy kellemes kis fűs erdését át fogunk tenni most itt a kettes tóegység körül. Ezt jól elmondtam, tóegység. Tiszta kommunizm. Most futunk és rohanunk és lobog a hajó. Jaj, de jó! Jaj, most lássuk te! Tudod, igen! Nem kell rohanni szó szerint. Na, ma csak menni fog az. Na, hát tegyünk egy sétát. Úgy látom, hogy ez a bakucserés lassan jöhet, mert lemerül. Na, ki is lehetne a tóra. Egyébként nagyon jó, főleg az utolsó tóegység, az egy ilyen igazi jó vadas terület. Régen, amikor komolyabban fotózgattam, ott elég sűrűn találkoztam vadnyomokkal, nem is akár milyenekkel. Néha olyan kandisznónak a szülők nyomát találtam meg a sárba, hogy majdnem megijedtem. Mondom, ha ez itt van közelben, akkor megesz. A békák megkezdték arra a koncertet. Na, közben elértünk itt a kettes tó végéhez, és itt kezdődik már majd a harmadik tószakasz, ami az igazán elvadult terület. És ennek itt van egy érdekesség, és ennek a résznek, hogy itt van elsüllyedve a Titanic, még ki is lóg a vége. Megnézzük. Azért látni tényleg az éte, mert nem nagy ez a vízterület, mert ott látni a túlpartot. Tehát tényleg ez egy kisebb rész, de ez olyan igazi jó vadvíz. És úgy láttam, ilyen műhorgászok is vannak. Egy darab legalábbis. Meg tudtam, ma itt már nem lehet horgászni. Aha. Ott látom már. Látni a Titanicot. Na szóval ott, amit mondtam itt, hogy Titanic már elsőedve, valójában az egy régi vízibicikli, de már hosszú évek óta ott nyugszik. Így lóg egy kicsit a vége.
Mit próbáld majd tájat innen, és nagyon szép. Elnézést, hogy nem tudjuk hozzá dolgokhoz olyan extra kommentet. Ez a videókészítés, tudom, hogy sem annyira az én műfajom. Igazából itt a tájat szeretném jobban megmutatni, meg esetleg próbálok én humort belevinni. Még ősszel érdemes ide eljönni, mint a sűrű erdő növényzet gyönyörű színekben pompázik. A vaskacsánkot 20 000-rel. Hát itt a kettes tó résznek a végrész már ilyen elvadul. Tehát ez pont jó. Ez a halak egy nagyon jó ívóhely a pontyoknak, a kárászoknak elsősorban. Amennyire még horgász tudományomban, emlékeimből még rémlik a dolog. Nem tudom, mennyire hallottak ide az unkák koncertje, de rendesen zenkődik a táj. Na, de kikapcsoltam. És a mester alkot. Nem azt számít feltétlen, hogy mivel, bár jó egy jó tudom a színét, hanem hogy hogy. Hát ugye, ahhoz, hogy legyen látása az embernek, ahhoz nem elég nézni. Nagyjából ennyi. Köszönöm. Ennyit sikerült.
pilóta beindítottam a gépet, mert ízítja a motort, benne hozzá meg volt, jól van, nem baj. Most van, hogy hűti az autót, mert túl forrósabb, a fene egye meg. Nagyon van, jó. Jó. Na, ennyi. Többet nem is vártunk. Pilotázsó van részünkképpen. Kicsit sok az autó. Nyomjad, 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 nyomjad. Hiába a rutin és az évek. Szervuszok, forgászok görbűn, a bototok, ne fogjatok semmit. Tele vagyok jó kívánsággal. Császtok. Ez jó hülyeség volt. Görbüljön, gyerekek, görbüljön. A nyakatok. Megérdemelt hogy nyalás nyéken. Ezért nem megyünk el itt a kis a másik oldalára még egy hülyeségért.